Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Gergely Krisztina vagyok. Mai adásunk témái a következők. Mezőváriban jártunk. Kárpátalja mezőgazdasága. A spórolás ára. Válságban kevésbé fogy a bió. Kárpátalja az ukrán közigazgatás része. Sajnálatos módon nincs igazán az érdeklődés középpontjában, pedig rengeteg látnivaló, történelmi kastélyok, csodálatos hegyvidékek, gyógyfürdők és síterepek, szépen felújított óvárosok fogadják az ide látogatókat. Ezen a vidéken jelentős erőfeszítéseket tesznek a falusi turizmus fejlesztéséért. Posta Ákos István Filep Évával, a falusi zöld turizmus és agroturizmus fejlesztését szolgáló civil szervezet, Kárpátalja hegyein és völgyein nevű szervezet elnökével beszélgetett Mezőváriban. A magyar területeken a kormány most azt akarja bevezetni, hogy a falusi turizmus adózzon. Mi a helyzet Ukrajnában? Milyen itt a jogi szabályozása a falusi turizmusnak? Ukrajnában a falusi turizmusnak törvénytervezete van. Ez azt jelenti, hogy ismerjük, olvastuk a törvénytervezetet, de ez nem lépett még jogi minőségre. Mit jelent ez a törvénytervezet adóztatás tekintetében? A következőt, több változata van, ezért kétféle változatáról fogok beszélni. Az egyik változat azt mondja, hogy 7 vendégágyig a falusi zöld turizmus nem adózott jövedelemnek számít, tehát nem vetnek ki adót rá. A másik törvénytervezet 9-10 vendégágyról beszél. Szerintem mindkét törvénytervezet jó és elfogadható, mert addig, amíg úgy foglalkozunk falusi zöld turizmussal, hogy a vendég velünk együtt él, tehát a mi házainkban fogadjuk őket, és nem a kulcsot adjuk át a vendégnek, és egyedül van, addig ez nagyon jó egyrészt. Másrészt miért nem is kellene az ukrán államnak megadóztatni a falusi zöld turizmust? Azért, mert szinte semmilyen támogatást nem élvezünk az állam részéről. Én szervezőként annyit tapasztalok, hogy a járási állami szervezet, tehát a falusi zöld turizmus szervezet felajánlotta, hogy reklámanyagokat megjelentett rólunk. Mi le is adtuk ezeket az anyagokat, de még vendég ezen a forráson keresztül egyáltalán nem érkezett hozzánk. Nem tudunk kijutni úgymond a belföldi piacra. Magyarországi vendégeket fogadunk elsősorban, annak ellenére, hogy ukrán reklámanyagaink is vannak. Aki érdeklődik Kárpátalja iránt és szeretne ide látogatni, az hol találhat bővebben információkat az itteni agrárturizmusról? Több forrásban találhat. A legelterjedtebb és legbővebb információt a www.karpatinfo.net honlapon találják, ez a Kárpátinfo heti lapnak az elektronikus változata. Ezen kívül többen reklámozzák önmagukat, nekünk is van saját honlapunk a www.mezővari-mindenkilapja.hu. Több információt talál a kereső, az érdeklődő. Posta Ákos István beszélgetett a Mezővári Filep Évával. Története során idén először válságba jutott a bioélelmiszer termelő ágazat Németországban. 8 évig tartó dinamikus bővülést követően 2009 első 7 hónapjában 4%-kal zsugorodott a piac. Tavaly még minden korábbinál nagyobb, összesen 6 milliárd euró árbevételt értek el az élelmiszertermelői szektor 5%-át képviselő biotermelők. A fejlődés üteme azonban már 2008-ban lassult, az éves szintű 10%-os bővülés elmaradt a korábbi években megszokottól. Alig van olyan ágazat Németországban, amely a biotermeléshez hasonló felfutást produkált az ezredforduló óta. Most azonban, mintha a fogyasztók kissé belefáradtak volna az ökológiailag tudatos vásárlásba, mondta Helmut Hübsa, GfK kutatás vezetője. A jelenség pontos okai még nem teljesen világosak. Annyi biztos, hogy a biotermékek minőségéről megjelenő beszámolók szerepe fontos. Egy vezető független fogyasztóvédelmi szervezet kimutatta, hogy a bioélelmiszerek drágábbak, de nem feltétlenül magasabb minőségűek a hagyományos ipari módszerekkel előállított élelmiszereknél. A vizsgálat szerint a biotermékek 30%-a csupán kielégítő vagy kifogásolható minőségű. A gazdasági válság hatása
hatása sem elhanyagolható. Sok család a jelenlegi körülmények között inkább az olcsóbb termékeket választja, és összességében is kevesebbet költenek a német fogyasztók élelmiszerre, mint a válság előtt. Köszönjük figyelmüket, Agrárvilággal legközelebb hétfőn reggel a szokott időben jelentkezünk. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszont hallásra!